a Balatonpart hangulata és képe az 50-es évek végére jelentősen megváltozik. A tó a kevesek nyári szórakozó helyéből a tömegek üdülő területévé válik. Van itt sátortábor árnyas erdőkörén, kalandozás a hűs hullámok hátán, önfelett vidám vakáció. Így a béke és barátság jegyében a magyar pajtások együtt élvezhetik a balatoni fürdőzéseket, a vörös nyakkendős szovjet, a piros-fehér nyakkendős lengyel, vagy a kék nyakkendős német demokratikus pajtásokkal. Huszonhat nemzet gyermekei játszanak, mókáznak ezekben a napokban a béke és barátság nemzetközi úttörő táborban. A házi propagandisták már dolgoznak, ugyanis naponta kétszer sugároz műsort a Zánkai Rádió, és turnusonként egy-egy újságszám is megjelenik. Sok külföldi pajtás kívánsága teljesül azzal, hogy a héten bemutatkozik az úttörő fúvós zenekar, és játszik a Foxy Maxi Báb együttes. Ezekben az építőtáborokban a fiatalok nem csak a munkavégzés miatt mennek természetesen, hanem a közös együttlét, a szórakozás, a romantika miatt is. Az állami gazdaságok kérésére a fiatalok napi 4-6 órában segítik a mezőgazdaságot aktív munkával. A kultúrfelelősöknek pedig gondoskodniuk kell a diákok délutáni és esti programjáról is, sportversenyek, vetélkedők és zenés műsorok formájában. Szeretek a homokon, nekem csak jó estét a bonesszére, nem töröm más szavakon a kobakon. Nekem a Balaton, a Riviera, ettől nem tántorít el a tél a fagy. Szívedet akarom elvenni még ma, mert az egész nagy világ nekem te vagy. A nyugati turisták megjelenése komoly veszélyeket is rejt, hiszen a jól öltözött vendégek a szocializmus viszonyai közé már puszta jelenlétükkel becsempészik a kapitalista jelent. A nyugati életmóddal és életszínvonallal bárki találkozhat, elég végig sétálni Siófok utcáin, és ez nem kevés vágyakozást, elkeseredettséget szül. Ugrom bele, erre vártam én régen már. Végre itt vagyok parcsainál, mint a sósering annyi az ember. Jaj, ez nem kell. Ó, 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 te drága magyar tenger, ez hát a Bala-Balaton, a Bala-Balaton, a Bala-Bala-Bala-Balaton. A gyerekek közben béke demonstrációra is készülnek, melyet a hiroshimai bombázás évfordulóján rendeznek. Már meg is fogalmazták a Világ népehez címzett nyílt levelüket. Ebben többek között ezt írják: minden erőnkkel összefogva harcolunk azért, hogy elkerülhessük a nukleáris katasztrófát, és kihunjanak a háborús tüzek szerte a világon.